Mit kell tudni az MR vizsgálatról? Az MR, vagyis a mágneses rezonancia vizsgálat rendkívül megbízható képalkotó diagnosztikai eljárás, amely kontrasztanyaggal és anélkül is elvégezhető. Az MR vizsgálat nem jár sugárterheléssel. Milyen esetekben javasolt az MR vizsgálat? Az MR vizsgálat különféle sérülések, gyulladásos és idegrendszeri megbetegedések, gerinc- és mozgásszervi betegségek, érbetegségek és fejlődési rendellenességek képalkotó diagnosztikájára alkalmas. Kiválóan alkalmas a nyak, a mellkas, az emlő, a has és a kismedence vizsgálatára is. A vizsgálatot térítés ellenében akár beutaló és hosszú várólista nélkül elvégzik az Affidea hazai privát egészségközpontjaiban, amelyekben a legmodernebb MR berendezések működnek. Hogyan készüljünk fel az MR vizsgálatra? A vizsgálat előtt 4 órával már semmit sem szabad enni, de szénsavmentes víz bőségesen fogyasztható. A kontraszt anyag beadásának feltétele, hogy megfelelőek legyenek a vesefunkciós értékek, ezért ennek igazolására mindenképpen szükséges egy 30 napnál nem régebbi laborlelet. Fontos! Az MR vizsgálat erős mágneses térben történik, ezért előfordulhat, hogy a páciens állapota nem, vagy csak orvosi konzultációt követően teszi lehetővé annak elvégzését. A vizsgálat előtt egy részletes kérdőívet is ki kell tölteni, valamint mindig tájékoztatni kell a kezelőorvost és kollégánkat ezekről. A vizsgálat előtt a testen viselt fémtárgyakat, például szemüveg, óra, hallókészülék, testékszer, műfogsor, stb. Le kell venni, a zsebeket pedig ki kell üríteni. A személyes tárgyakat a vizsgálat alatt egy zárható öltözőben őrizzük. Hogyan zajlik az MR vizsgálat? Az MR vizsgálat fekvő helyzetben történik, egy viszonylag szűk térben. Akik tartanak a bezártságtól, azok számára megnyugtató lehet, hogy operátorunk kamerán és üvegen keresztül is figyelemmel kíséri a vizsgálatot. Ha feltétlenül szükséges, operátorunkkal beszélni is lehet, sőt a kézbe adott jelzőgombbal segítség is kérhető. Az MR berendezés működését hangos, kopogó zaj kíséri, melyet füldugóval csökkenteni lehet. Egy MR vizsgálat több mérési sorozatból áll. A 2-4 perces sorozatok közben mozdulatlanul kell az operátor által beállított testhelyzetben feküdni. A mellkasi és a hasi MR vizsgálatoknál az operátor mikrofonon jelzi, hogy mikor kell visszatartani a lélegzetet. Fontos! Egyes esetekben szükséges kontrasztanyagot beadni, erről a vizsgálatot végző radiológus dönt. A kontrasztanyag nem tartalmaz jódot, de ritkán ez is kiválthat allergiás reakciót. Ezek általában enyhék, hányinger, kiütés, tüsszögés. Fontos! A vizsgálat előtt mindenképpen szükséges jelezni, ha korábban már volt MR kontrasztanyagtól allergiás reakció. Az elkészült képeket felkészült radiológus szakorvos értékeli és véleményezi, ami egyes esetekben időigényes lehet. A vizsgálat után a képanyagot és az írásos leletet elektronikus formában adjuk át. Affidea. Az egészségnél semmi sem fontosabb.